újra a régi helyén a termelői piac. Már a megújult városházatéren kínálják a különböző kézműves és háztáji termékeket. Népszerű a Zsigmondi kártya. Tavaly 15 ezeren használták ki a kedvezményes fürdőzési lehetőséget. Aktív élet mozgássérülteknek. Hazai gyártású, ultrakönnyű és dizájnos kerekesszéket mutattak be. A budai híradót látják, köszöntöm Önöket! Néhány hónapos felújítást követően évelejétől ismét visszaköltözhettek az őstermelők a felújított városházatérre. A rekonstrukció idején a Sirály sétányon alakítottak ki ideiglenes termelői piac helyet, ám oda kevesebb vásárló követte az árusokat. Noha idén csak a második piaci napot tartották a megújult városháztéren, sok vásárló kereste fel a régi árusokat, akik a térfelújítás idején a Sirály sétányon kínálták termékeiket. A hegyvidéki önkormányzat kultúrált, tágas helyet teremtett az őstermelőknek, és ez a keresleten és a kínálaton is meglátszott. Már így is több termelőnk van, meg többen jelentkeztek, mert hogy jobban elférnek, reméljük, hogy több vevő is lesz. Közelebb akarjuk hozni azért a kerület lakosaihoz a termelőknek saját készítésű terményeiket, úgyhogy bízunk benne, hogy jobb lesz. Én úgy látom már ez alatt a néhány óra alatt is, akár a mai napon, hogy a régi vásárlók visszatérnek, úgyhogy reménykedünk benne, hogy minden a régi rend szerint fog működni, és kiváló lesz az együttműködés a vásárló és a termelő között. Hát nagyjából mióta egy kisgyerek megszületett azóta, mert azóta van időm. Van ide járni. Nagyon jó tapasztalatom van eddig az összes árussal, és örülök a lehetőségnek. Egyetlen jó dolognak tartom. Balla László a piac nyitásától árusít gyümölcsöt. A Sirály sétányon ő is tapasztalta a forgalom csökkenést, de új vevőkkel is találkozott az új helyen. Azért itt múltunk van, tehát a környéken lakók, amikor erre jártak, akkor már tudták, hogy itt vagyunk, ott megint ki kellett alakítanunk egy piacot. Abban reménykedünk, hogy sikerült új embereket találni, akik utánunk jönnek. Sólyom Mihályné a nyitás óta ezen a piacon vásárolja a gyümölcsöt és a zöldséget. Azt mondja, ezért a finom körtéért is érdemes követni a termelőket. Nekem távolságra teljesen mindegy, úgy lakom, hogy akár oda, akár ide jöttem, úgyhogy, de hát itt mondjuk talán kényelmesebb nekik itt az árulás, azért jó nagy hely van, úgyhogy ha tavasz lesz, és többen jönnek majd ugye máshonnan is, ha tudják, hogy itt van, akkor gondolom, hogy nagyobb lesz a forgalom majd. A főleg szépkorú és kisgyermekes vásárlók jobb kiszolgálása érdekében a hegyvidéki önkormányzat tovább szeretné bővíteni a városháztéri piacot. Természetesen ahhoz ragaszkodunk, hogy őstermelők jöhetnek csak, hiszen a termelői piac lényege ez. Most is egyébként az ország számos helyéről hozzák a portékáikat. Mindenképpen minőségi termelői árukkal szeretnénk csak bővíteni a piac kínálatát. A kínálat színesítése mellett a piaci napok számát is növelni szeretnék. Most kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken szerveznek termelői piacokat a kerület különböző pontjain, ám a tervek szerint még egy szombati napot beiktatnának a jobb ellátás érdekében. Kigyulladt egy autó a második kerületi Rédei utcában. A tűzoltók percek alatt a helyszínre értek, és rövid idő alatt megfékezték a tüzet. A beavatkozás ideje alatt forgalomkorlátozás volt érvényben. A tűzben senki sem sérült meg. Növelni kell a véradók számát, ezt mondta az Országos Vérellátó Szolgálat vezetője a köztelevízióban. Jákó Kinga arról beszélt, tavaly 405 ezer egységnyi vért adtak a véradók, ami éppen csak fedezi a kórházak igényeit. A donorok számának növekedését különböző akciókkal szeretnék elérni. Ilyen volt az adventi kezdeményezés, amelynek keretében minden véradóra kötöttek balesetbiztosítást. Egyre népszerűbb a Zsigmondi kártya. Tavaly 15 ezeren váltották ki, 2016-ban pedig még tovább emelkedhet a felhasználók száma. A Zsigmondi kártya a Gellért és a Széchenyi gyógyfürdőbe biztosít olcsóbb belépési lehetőséget. A budapesti gyógyfürdők üzemeltetője szerint a kedvezmény fontos szerepet játszott a forgalom növekedésben. A patinás Gellért gyógyfürdőt egyre több külföldi turista keresi fel, csak úgy, mint a Széchenyit. A magas jegyárak viszont sok hazai vendéget távol tartottak, ezért vezették be 2013-ban a Zsigmondi kártyát, amit azóta évről évre egyre többen váltanak ki.
Kiváltása esetén 50%-os kedvezményt ad a kártya tulajdonossának. Magyarul egy naptár éven belül minden nap egy alkalommal egy adott személynek 50%-os kedvezményt tudunk biztosítani, így már nem annyira drága a Széchenyi meg a Gellért fürdő. A Zsigmondi kártyát tavaly 15 ezeren váltották ki, várhatóan idén ennél sokkal többen fogják kiváltani. A vezérigazgató szerint a Zsigmondi kártya bevezetése fontos szerepet játszott a fürdők forgalmának növekedésében. A Gellért például egy év alatt 15%-os bővülést könyvelhetett el. A budapesti strandok és gyógyfürdők tavaly összesen 3,9 millió vendéget fogadtak. Szőke László azt mondja, a bevételek növekedésének köszönhetően idén csak minimálisan drágultak a belépők. 2500 forintos fürdőben 100 forinttal emeltük a jegyárat, tehát 0 és 5 százalék között vannak a jegyáremelések, nekünk is a költsége a béreket emelni kell, stb. És ez fedezi, de igazából volt ennyi, amikor nullát emeltünk, egy fürdőben sem emeltünk, és nem tartom kizártnak, most 16-ban nem emelünk például. A forgalom növekedésből akarunk elsőben bevételünket növelni, és nem a járemelésekből. A Zsigmondi kártya egyébként nem átruházható, azaz csak a kártya birtokosa használhatja. Eddig 21 fürdő szerzett minősítő védjegyet, köztük a Momsport uszodája is. A fürdők nemzeti tanúsító védjegyét 2015-ben vezették be. A fürdők nemzeti tanúsító védjegye cím 5 kategóriában érhető el, a minősítéssel 1-5 csillag közötti besorolás szerezhető. A fürdők minősítését a Magyar Fürdőszövetség végzi szakértők bevonásával, a végső döntést a Nemzetgazdasági Minisztérium hozza meg. A szövetség kutatása alapján nagyjából 200 olyan fürdő működik az országban, melynek turisztikai jelentősége is van. Megnyitott az első teljes mértékben hazai gyártású, egyedi dizájnú és ultrakönnyű aktív kerekesszékeket forgalmazó bemutatóterem az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben. Az úgynevezett aktív kerekesszéket kifejezetten aktív életet élő mozgássérültek számára fejlesztették ki. Ünnepélyes keretek között nyitott meg az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben az első hazai gyártású aktív kerekesszékek bemutató terme. A Spinneriből kerekesszékek lényegesen megkönnyíthetik sok mozgássérült mindennapjait. Az OEP támogatással is igényelhető eszközt Kazány Tibor álmodta meg másfél évvel ezelőtt. Mint mondta, a kerekesszékek mindössze 7-8 kilót nyomnak 10-11 kilós társaikhoz képest. A tervezéskor fontos szempont volt még a dizájn és a variálhatóság. Nagyon exkluzív dizájnokat tudunk rátenni, és szeretnénk is ezzel a lehetőségünkkel élni, fogunk is élni vele, hiszen olyan kiegészítőket kínálunk csomagokba, amik egyedivé teszik, tehát színkiegészítő dizájn elemekre gondolok. Illés Fanni paralimpikon úszó elsők között próbálta ki a Spinneriből kerekesszéket. A sportoló jelenleg a szeptemberi riói paralimpiára készül. Addig még számos verseny és edzőtábor áll előtte. Mint mondta, örömmel fogadta a felkérést a reklámfilm számára. Hogy sokan azonosítják a kerekesszékeseket, a mozgáskorlátozottakkal, azokkal az emberekkel, akik esetleg az utcán kéregetnek, mert esetleg olyan élethelyzetbe kerültek sajnos. Ezekkel mind-mind egy kicsit modernebbé, és mind-mind, hát nem tudom, kicsit könnyebbé tegyük az épp emberek számára, hogy meg tudjanak minket különböztetni más emberektől. Nem véletlen, hogy egy sportolóval népszerűsítik a terméket. A magyar jogszabályok szerint ugyanis aktív kerekesszéket olyan mozgássérült és járóképtelen betegek kaphatnak, akiknek aktív mozgási igényük van, vagyis sportolnak, vagy épp kiskorú gyermeket nevelnek. Ki ezzel a kerekesszéken sok mindent meg kell tudnia csinálni, küszöbben átmenni, járdaszélre fölmenni, lemenni, szlalomozni, lejtőn lefölmenni, és ez csak akkor jogosult valaki az ilyen kerekesszékre, hogyha ezeket meg tudja csinálni, tehát bizonyította, megcsinálja. Természetesen az osztály, tehát az intézetnek egyik feladata, hogy ezt meg is tanítsuk a kerekesszékeseknek. Most ez a kerekesszék annyiban különleges, tehát ugyan aktív kerekesszék, mint az összes többi, amiben nagyon jó az, hogy rettentő könnyű. A kerekesszékes szépségverseny és a különleges aktív kerekesszék megalkotója azt tervezi, hamarosan gyerekekre szabott kerekesszékekkel jelennek meg a piacon.
A benzin és a gázolaj ára is bruttó 3-3 forinttal csökken szerdától. Így a 95-ös benzin átlagára 322-323 forintra, a gázolajé pedig 309-310 forintra mérséklődik. Legutóbb január 6-án változott az ár, akkor a benziné bruttó 3 forinttal emelkedett, a gázolajé nem változott. Hétvégén sváb disznótor lesz Budakeszin. A hegyvidéki német nemzetiségi önkormányzat és a Svábhegyi Hagyományőrző Egyesület idén is disznótoros fesztivált és versenyt szervez. A program mindenki számára nyilvános. A hegyvidéket a Svábhegy csapata képviseli, akik kóstolási lehetőséget adnak az érdeklődőknek. Híradónkat az interneten is követhetik honlapunkon, a www.hegyvidéktv.hu oldalon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!